Rózsák terei görögkatolikus templom küszöbén, ajtajában állok, két világ határán. A liturgia és az etika határán, mert ez a határ azért fontos, hogy nem két világ, a liturgia és az etika világa, a mindennapi életünk és az imádság világa. Demmer úgy mondja, ki mint imádkozik, úgy is él, amilyen az imádságunk, olyan az életvezetésünk, és fordítva a mindennapi életvezetésünket hozzuk a liturgiára. A templomba, a liturgiára azért jövünk, hogy találkozzunk. Nem egyszerűen a program, nem egyszerűen hagyományt őrzünk, nem egyszerűen az emberekkel találkozunk, hanem hogy az élő Krisztussal találkozzunk. A találkozás az etika számára nagyon fontos. 16. Benedeknek szerintem a legzseniálisabb mondata, amit a Deus Caritas Est enciklikában ír, hogy a keresztény lét kezdetén nem egy etikai eszme, egy filozófia áll, hanem találkozás. Emlékszünk mindannyian, milyen jó volt találkozni igazi tanárokkal. Mennyit húztak rajtunk, amikor igazi mesteremberrel, szakemberrel találkoztunk, vagy ha találkoztunk szent emberrel, igazán jól élő családdal, házaspárral, a találkozásnak van egy léttöblete, van egy vonzása, van egy dinamikája. Amikor ide a liturgiára jövünk, nem is egyszerűen szentségekhez jövünk, nem is egyszerűen a paphoz jövünk, hanem az élő Krisztushoz jövünk. Amikor vele találkozunk, akkor onnantól kezdve az hat az etikánkra is. Nem csak a liturgia ilyen, hogy a találkozást akarja őrizni, hanem a keresztény etikának is ez a közepe. Rém izgalmas ezt meggondolni, hogy amikor lelkiismereti vizsgálatot tartunk, amikor az etikánkról gondolkodunk, nekünk nem a 10 parancsról kell gondolkodni, nem egyszerűen etikai szisztémákról, rendszerekről, hanem hogy az élő Krisztus vajon milyen igényekre hív engem. Amikor a lelkiismeretről töprengünk, akkor nem egyszerűen parancsokról töprengünk, hanem hogy az élő Krisztus az én szentélyemben, a lelkiismeretemben mire indít engem. A keresztény etikának a közepe, a kiinduló pontja nem parancsok, rendszerek, könyvek, hanem az élő Krisztus. Ez a proprium Christianum, a kereszténységnek a közepe. Ebből sok minden következik, hogy a keresztény tökéletesség nem az, mint a görögöknél a tökéletesség, hogy hibátlannak lenni. Nem erre törekszünk. A keresztény tökéletesség, a keresztény szentség azt jelenti, hogy az ember találkozik, és amennyire lehet egyesül Krisztussal. Nem hibátlanságra törekszünk, hanem egyesülésre Krisztussal. Ha megnézem a pátriárkákat, az apostolokat, a szenteket, mennyi ember, akiknek megvannak a hibáik, de attól szentek, hogy egyesülnek az Istennel. És a keresztény etikának a gyújtópontja, a dinamikája is abban van, hogy Krisztus elbűvöl, magával ragad, vonz, elvarázsol, megigéz. A keresztény etikának ez a gyújtópontja, ez a kiindulása. Ha liturgiára jövünk, ezt az etoszt keressük, ezt az etikát keressük, a liturgiának ugyanis megvan a maga etikája. Picit azt érezzük, mintha az etika kialakításában túl fontosak lennének a humántudományok, a filozófiák, rengeteg a pszichológia, a társadalomtudományok, a statisztikák, és mintha elfeledkeznénk a liturgiának a saját etoszáról. Szeretnénk ezt a keresztény töbletet bevinni a társadalmi párbeszédbe, a vallásközi párbeszédbe, a tudományoknak a párbeszédébe, hogy van itt a liturgiának egy saját etosza. Mi ez? Az egy olyan szép etosz, amiben ott van a bölcsesség, hogy nem egyszerűen a rációt követjük a keresztény életvezetés kialakításánál, hanem Krisztusnak a bölcsességét. A pap így mindig fölmutatja az evangéliumot, bölcsesség, igaz hívő. Aztán látjuk, hogy a keresztény etika nem egyszerűen egy önmegvalósítás, nem egyszerűen egy józan méricskélés, ahogy ezt Arisztotelésznél látjuk, a józan középút, hanem túlcsordulás. A hegyi beszédnek az a túlcsorduló szeretete, önfeláldozás, amit az oltáron látunk az áldozatban. A liturgiának egy saját etosza van. És ha ebbe elmerülünk, akkor utána a társadalmi párbeszédbe, a tudományokhoz, a világvallásokhoz más etosszal közeledünk, hozzuk a magunk töbletét. Hogy ez hasonl ránk,
A liturgiának a saját etosza, az egyház igyekszik ezt igényesen fölkínálni. A görögkatolikus liturgia ezért ejt mindenkit ámulatba, akik csak külső szemlélőként is részt vesznek rajta, mert olyan pompás, olyan nemes, tele van szimbólumokkal, mindennek megvan a maga jelentése. A liturgiát szépen, pompásan szeretnénk fölkínálni, mert a szép, az igaz, a jó és a szent összeér. Az erkölcsi igaz, az szép, ami igazán jó, az szent. Ezért fontos, hogy az ikonok legyenek szépek, a liturgián énekeljünk szépen, az egész rituális mozdulat legyen elegáns. A szépség a jóságot, az igazságot és a szentséget közvetíti. És fontos a hívőnek is, hogy a maga módján tudatosan, tevékenyen ebben részt vegyen. Fontos, hogy megtanuljuk kicsit a szimbólumoknak a jelentését, hogy elmélyedjünk ebben a tudásban, hogy mi mit jelent, és fontos, hogy tevékenyen vegyünk részt ebben. A liturgia etosza egy sajátos etosz. Aki ebben rendszeresen részt vesz, az olyan, mint amit a próféta ír az esőről, hogy az eső nem hull alá meddő módon, valahogy mindig fog termést hozni. Aki rendszeresen, és nem csak a nagy ünnepeken, rendszeresen részt vesz a liturgián, arra rá fog hullni a kegyelemnek ez a megtermékenyítő ereje. Részt veszünk a liturgián, behozzuk a templomba a mindennapi életünket, és itt a találkozás erejével elbűvölve megyünk ki a mindennapi világba. Alexander Schmemann keleti atya úgy ránk szól, hogy kicsit hiányolja a harci kedvet a liturgiából. Mintha a liturgián a megbékélést, a vigasztalást, a kedves meleg szeretetet keresnénk, és mintha ezt a harci kedvet elveszítenénk. Pedig az őskeresztényeket a liturgián arra készítették föl, ha kimentek, ott lesz küzdelem, ott lesznek sebek, sőt, lesz vértanúság. A keresztény etikát a liturgia akarja felkészíteni, hogy merjen az ember túlcsorduló lenni, ha kell balek lenni, merjük a sebeket fölvállalni, sőt, ha kell, az életünket odaadni. Ezt a harci kedvet, az etikához való harci kedvet erősíti meg a liturgia. Liturgia és etika nem két világ. Ha eljövünk ide, itt megerősödünk a pászkának az erejében, a küldetésében, így megyünk ki a mindennapi életbe, hogy az egész életvezetésünk liturgia legyen. Második János Pál pápát magyarországi látogatása után 23 évvel 2014. április 27-én szentté avatta Ferenc pápa. Liturgikus emléknapját október 22-ére vezették be a római naptárba. A magyarság számára különleges, sorsfordító erejű változást hozott az 1990-1991-es időszak, amelyben megéltük a Szovjetunió széthullását, a kommunista diktatúra végét és a többpártrendszer bevezetését, a szabad parlamenti választásokat és II. János Pál pápa látogatását. A Szentatya fontosnak tartotta felkeresni azokat a népeket, melyek kénytelenek voltak elviselni a diktatúra évtizedeit. Jól tudta, mit jelentett ez a megpróbáltatás, hiszen maga is a keleti szocialista tömbből származott, Lengyelországból. Így jutott el hazánkba 1991-ben, ahol több helyszínen találkozott a magyar hívekkel. Mária Pócson a könnyező kegykép előtt 1991. augusztus 18-án mutatott be bizánci liturgiát magyar nyelven. Megélte ő is Krisztusnak a sorsát. Volt tapasztalata azokról a nehéz évtizedekről, személyes sorsában, tanulmányaiban, papságában, püspöki viselkedésében megtapasztalta, mennyire összefogtak Krisztus egyháza ellen az ellenséges erők. Mindig küzdött ellene az Isten igéjének a fegyverével, a szeretet evangéliumának a hirdetésével, és amikor pápává lett, akkor ezzel a tapasztalattal fordult a világ felé. Ő tudta, mit jelentenek
az istentelen, abszolútista rendszerek. Ő tudta, milyen bajt hoznak a világra azok, akik csak a maguk uralmát akarják érvényesíteni. És mégis világosan tanította az ember méltóságát, az ember szabadságát, világosan tanította, hogy sem a kommunizmusnak, sem a kapitalizmusnak az ideológiája nem méltó az emberhez, de soha név szerint el nem ítélt senkit. Sőt, kapcsolatot keresett mindenkivel, akivel csak lehetett. Járt nála Gorbacsov, és járt nála a többi kommunista vagy volt kommunista vezető, elment Kubába Fidel Castrohoz, és mindenütt ugyanazzal az evangéliumi természetességgel, a feltámadott Krisztusnak szelíd önérzetével és nyugalmával hirdette az evangéliumot. És ez volt az, aminek nem tudtak ellenállni. Nem vádolt, csak tanított. Nem követelt, csak kért. És a világ lassan megváltozott általa. Ebben volt az ő nagysága, és ezzel tudta átformálni a világunknak, elsősorban Kelet-Európának a képét. Ma Pápatérnek hívják azt a területet, ahol 23 éve a 300 ezres zarándoksereg gyülekezett II. János Pál pápára várva. Jöttek a környező országok magyarjai felekezetre való tekintet nélkül, és jöttek a görög katolikusok, bármilyen nemzetből valók is voltak. A pápa homiliájának hangsúlyos gondolata volt. Ma mindnyájatoknak az a feladata, hogy az elnyert szabadságot a szeretet törvényének megfelelően használjátok fel. A keresztény élet megvalósítására, testvéri kapcsolatokban az összes keresztényekkel és az összes nemzetekkel. Nem mást kért tehát a pápa, mint a megbékélést a kommunizmus lezárása után, az együttműködést a más politikai nézetűekkel, a haladás, a boldogulás érdekében, az összefogás erősségében. Minden magyar hívő hirdeti, Hódzsó fia dicsőségében voló részvételé által felmagasztal angya, o magyarok nagyasszonya, magna domina ungaror. Ezt hirdetik annyi nemzedéken art, valóban boldogom meg, hogy téged hordozok. Oldod vagy az asszonyunk között. Legyen áldott Mária, aki befogadta az igét, és anyaságával őt nekünk ajándékozta. Mária, Krisztus anyja, és a mi édesanyjánk nemzedekről nemzedékre. Amen. Elménkből mondjuk. Nagyon sok feszültség volt, és mindenkin látszott ez. Ugye diákonusként az ember ott áll szembe a kezdőáldáskor, mikor tömjénezi ugye a szertartást végző püspököt, és tényleg egy méterről szembe, nem is tudtam máshova nézni, csak a Szentatyának a tekintetébe, és a Szentatya tekintete végtelenül nyugodt és békés volt. És akkor ott kérdés is volt, de tulajdonképpen a kérdéssel egy időben már a válasz is ott volt, hogy mit izgulunk mi itt. Ott van az az ember, aki a szertartást végezni fogja,
Ott van az az ember, aki kimer állni egy rendszerváltozás után 300 ezer ember elé Kelet-Magyarországon, és a maga végtelen nyugalmával, Krisztussal a lelkében, a Szentléleknek a mosolyával ránk tud nézni, meg a tömegbe tud nézni, mit izgulunk mi itt. És ez a nyugalom és ez a békesség, ami a Szentatyából szavak nélkül sugárzott, az ott egy méterrel vele szembe egy pillanat alatt magával ragadott, egyetlen olyan pillanata sem volt a majd két órás liturgiának utána, ami bármi félelmet vagy aggódást okozott volna bennem. De a Szentatya ilyen ember volt. Bárhol megjelent, bárki a közelébe tudott helyezkedni, akár csak néhány pillanatig is, a Szentatyának ez a karizmatikus békessége és az Istentől és a Szentlélektől származó nyugalma egy pillanat alatt magával tudott ragadni mindenkit, aki ezt hagyta. Azt láttam a Szentatyában, hogy ha az ember Krisztushoz közel próbál állni, akkor a Szentlélek úgy tölti el az életét, hogy nincs miért aggódnia, mert nem azt kell keresni, hogy én mit akarok vagy tudok mondani, hanem csak engedni kell, hogy átfolyjon rajtam az Istennek a jelenléte. A Szentatya minden karizmatikusság ellenére is én úgy gondolom, hogy egy nagyon tiszta csatornája volt az Isten kegyelmének. Ez a jámborság és ez a szelídség, ez mégis égető tudott lenni. Én annyira örülök annak, hogy aki mellett ezt a hihetetlen kedvességet és mérhetetlen nyugalmat találtuk, hogy ez az ember mégis következetes és radikális tudott lenni az egyháznak a dolgaiban. A Szentatya minden emberhez a világban ezzel a toleranciával közeledett, soha nem volt erőszakos, soha nem akart uralkodni senkin, hanem mindenkit abszolút kedvesen, magához ölelő gesztussal fogadott a maga közelébe, és ezek után mindig lehetősége volt arra, hogy őszintén, tisztán és nyíltan szóljon az egyháznak az alapvető értékeit meghamisítatlanul közölje. Én azt hiszem, hogy nincs más útunk, csak az az út, amit a Szentatya járt, és azért nincs más útunk, mert az az út, amit a Szentatya így bejárt, az tulajdonképpen Krisztusnak az útja volt. A világ változhat, 2000 évvel Krisztus után jelent meg ez a pápa közöttünk, és lám, ugyanazt lehet tenni a mai világban megfelelő tisztasággal, amit Krisztus tett. Én úgy gondolom, hogy Krisztus ezt várja Péter utódától, és ezt várja minden keresztény embertől. Amikor püspök úr bejelentette, hogy Mária Pócsra is ellátogat a második János Pál, akkor megkezdődtek itt az előkészületek. Úgy a szövetkezet még akkor az volt, működött, részéről a terület kijelölése, az építkezés megkezdése. Már onnan olyan rendőri feladatok voltak, amikor meghozták az oltárhoz szükséges anyagokat, attól kezdve ott éjjel-nappal rendőri jelenlét volt. A területre idegen személyek be nem léphettek, csak azok, akik a munkát végezték. Előtte szombaton egy úgynevezett főpróba volt itt a rendőrség részéről, kinek hol van a helye, kinek mi a feladata. Hatalmas erővel vettünk részt ebben. Pócs Petri, Mária Pócs közötti területen volt egy hatalmas hátortábor. Ott voltak elhelyezve ezek a személyek, akik részt vettek a biztosításba. Azon a napon, 18-án úgy indult, már ugye korán reggel mindenki elfoglalta a felállítási helyét, én pontosan a kis templom, úgynevezett kis templom sarkánál voltam, mert ott jöttek be azok a delegációk, akik hivatalosok voltak, a polgármesteri hivatalban, az iskola épületében volt úgymondva az irányító törzs, ide csak azok a személyek jöttek fel, akik részt vettek úgy a biztosításba, vagy meghívott vendégek, újságírók, akik innen mentek együtt, amikor őszentsége megérkezett a régi temető melletti része helikopterrel. Egy kápolna van ott a temetővel szemben, ott volt kijelölve a helikopternek a leszállóhelye, és akkor onnan jöttek fel ide a kettemplomhoz. Na mondjuk, az az igazság, hogy
nem messze van a kis templom, fel, ahol álkodtunk egy páran, hogy mégis közelebbről lássuk ezt a menetet, a kocsikat, meg magát, a őszentségét. Na, amikor itt megvolt a látogatás, ugye levonultak a pápa tére, akkor nekünk nem volt már olyan nagy feladat, mert mindenki oda ment. 10 órakor, jól emlékszem, akkor kezdődött a szentmise, és akkor egy kis lazaság volt, így mondom, de a helyet ugye senkinek nem lehetett elhagyni, de amikor vége volt a misének, nagyon jó idő volt, az a sok ember, mindenki jönni akart ide fel a templomba. Rá 2-3 órára jött egy hatalmas eső. Úgyhogy estére úgy kiürült ez a város, mint máskor is szokott lenni, hogy búcsú után, órák múlva már alig vannak, hogy szinte csoda történt, hogy addig olyan ragyogó idő volt, mi tartotta a Szent Liturgia, addig akármerre jártam, úgy, mint rendőr, vagy mint civil személy, úgy mondtuk, akár iskolában, vagy Dunántúlon, hogy Nyírbátor mellett van Mária Pócs. Ezután, ha azt mondtuk, hogy Mária Pócs, még így csinálta. Úgyhogy hát ez valóban, hogy olyan hírneve lett, addig is volt korábban, de annyira nem mi, hogy a pápa itt járt. Láttam már filmekben meg, de azt meg nagy búcsukban már itt részt vettünk éveken keresztül, különböző vendégek voltak, de ilyet, hogy a pápa itt tőlünk 200 méterre, hát ez egy örök élmény, egy csoda volt. A helikopter itt szállt le, ezen a helyen, ahol ez az épület épült. Azért viseli az ő nevét. És mikor leszállt a helikopterről, lehasalt és megcsókolta a magyar földet. És utána jött automobillal, és ő körbejárta, tehát az úgy volt, hogy utak voltak. Tehát olyan, mint egy, most nem tudom hirtelen mondani, labirintus, na, így mondjam. És úgy láttuk meg, nagyon szép misét végzett, jönni lehetett, áldozni lehetett, megáldott bennünket, úgyhogy nagyon szép emlék volt, még akkor férjemmel együtt mind a ketten itt voltunk. Mert amúgy is minden búcsúra mindig jöttünk, még gyalog is, pedig 30 kilométer Újfehértől idáig. És sokat jöttünk gyalog. Minden évben megjelentünk a búcsukon. Tehát akkor, mikor meg a pápa jött, az egy különleges esemény volt. Hát azt nem tudtuk kihagyni. Én, mikor férjem meghalt, utána kis ideig még töprengtem, meg dolgaim voltak otthon, amit lerendezzek, és utána eldöntöttem, nem is mentem sehova, hanem egyenesen azt mondtam, ide jövök Mária Pócsra. Nekem nagyon a szívemhez nőtt ez a hely, meg az, hogy a szűzanya itt van közel hozzá. Nagyon szép élmény volt. Na most érdekes volt, hogy amikor vége volt a szentmisének, akkor ugye lejött, és ott a papa került, ott ment. Hát persze én ott előrültem, akkor kedve testveres voltam, meg mi, meg öreg, de mikor ő lejött az oltárra és jött, hát a fiatalabbak, meg ügyesebbek mind elém álltak. És aztán, hát jó, mert ezzel nem fogunk. Mikor odaért, akkor kik előttem voltak, szétnyomta őket, oda jött és kezet fogott. Ez az életem egyik nagy élménye vele kapcsolatosan. Nem csak nem lehet elfelejteni, hanem az, hogy maga a pápa is jön a szűzanya tiszteletére, Pócsa. Ez úgy olyan jó érzés, olyan boldogító érzés mondjuk a pócsiak számára. Mint református embernek is tud üzenetet mondani, és egyet is tudok vele nyilván érteni. Tehát számomra a pápa látogatása, tehát valahogy egyfajta természetes dolog volt, hogy ide jött, és nem egy ilyen misztikus valaminek éltem ezt meg, hanem egy nagyon is földközeli, testközeli, egy természetes folyamatnak, hiszen voltak előzményei már az őszentsége. Ugye, mint utazó pápa, azért sok helyen megfordult már Mária Pócs előtt is, és után is, és hát az ő emberi gesztusai úgy valamennyi keresztényben számára példaértékűek és elfogadhatóak, és valamennyiünket segít a kereszténységünk megélésében. Szoktam időközönként imádkozni ő érte, meg ő hozzá, hogy segítsen, mert mondtam, nem baj, akármilyen keresztet ad még a jó atya, mindet elfogadom, csak adjon hozzá türelmet, hogy ne zúgolódással.
hanem csendben tudjam elviselni. Mert a férjem halálába beletörődtem, hogy születtünk, halni kell, majd megyek én is egyszer. Én diákként voltam itt, tehát egyetemistaként is. Közel 2000-en laktunk a város szélén, a sátorban, és segítettünk mindenféle munkában. Tehát volt, aki szalagot húzott, volt, aki tábori vécét állított, volt, aki vizet hordott, tehát mindenki a maga dolgát végezte, és nagyon jó volt akkor, kicsit ilyen lázadó fiatalként, nem arról volt híres az ember 19-20 évesen, hogy olyan bokoronya legyen a környéken. És a markánsabb és kicsit izgágább emberek is úgy megszelídültek azokban a készülési napokban. És én leginkább azt szeretném felidézni, azt a szerelemhez hasonló érzést, amit az ember nem tud fizikailag leírni, de mégis amikor érezzük, hogy szúr itt bent, vagy melegít, azt gondolom sokan átélték már, hogy amikor megérkezett a légtérbe a helikopter és a helikopterek, és ott a több mint 300 000 fős tömeg fölött körbejárt, akkor mindenkit átjárt a melegség. Nem csak a lelkezzarándokokat, hanem a velünk sorban álló rendőröket, biztonsági embereket. Tehát egy olyan számomra megmagyarázhatatlan és ilyen módon nem áttélt érzés lett úrá, vagy erővel, örömmel rajtam, aminek máig hálás vagyok a Jóistennek, hogy részese lehettem. Valóban 1991 a nagy várakozás éve volt. Emlékeim szerint, tehát hónapokkal előtte készült a város lakossága, meg a környékbeli települések lakossága és a pápa fogadására. Én akkor Pócs Petriben dolgoztam, fiatal igazgatóként az általános iskolát igazgattam, és az akkori falu vezetése is úgy döntött, hogy besegít ennek a hatalmas egy tömegnek a fogadásába, és így tehát benne maradandó élményt hagyott. Talán akkor találkoztam először a Kárpátaljáról ide zarándokló tömeggel. 200-300 embert szállásoltunk el a pápa látogatás megelőző éjszaka. És hát a zarándokokkal való találkozás önmagában feledhetetlen élményt nyújtott, amilyen lelkülettel idejöttek az emberek a misére, és hát van a kinyílott határ, tehát a lehetőség, hogy találkozhatunk honfitársainkkal, tehát ez tényleg maradandó élmény volt. Olyan település neveket hallottam ott akkor, hogy honnan jöttek, amit addig soha nem. Ez önmagában feledhetetlen élmény, és az az összefogás, amit akkor ott a falu lakossága próbált, igyekezett tenni, hogy zökkenőmentes legyen minden, hogy gördülékeny legyen. Úgy gondolom, hogy annak a lelkületnek, amit Mária Pócson, de mondhatnám Pócs Petit is, annak előtt római katolikusok lakják inkább a települést, tehát a készülődés, a fogadtatás az hallatlanul nagy vehemenciával történt. És hát a lelkiség, ami megmaradt ebből, talán mind a két település, tehát ugyanúgy Mária Pócs és Pócs Petri, és hiszen előtte nem sokkal történt a Pócs Petri vernek az újrafelvétele és rehabilitációja, a 48-as iskolálmosítás perének az újratárgyalása, tehát egyfajta újrafelemelkedést jelentett erkölcsileg is szerintem az itt élő embereknek is. Tehát nyilván a Mária Pócsiakban az a büszkeség, hogy az akkori fiatal kis városba ide látogat az őszentsége. Ez mai napig is egy tartást ad az itt élőknek, itt lakóknak, meg egyben feladatot is, mert tehát úgy gondolom, hogy ez egy akkora sarokpont volt a görög katolikus egyház életében is, de a város életében is, hogy amit őszentsége pecsételt meg, tulajdonképpen hitelesített, hogy tehát én úgy érzek, hogy onnantól kezdve aztán ugye a feladatok is sűrűsödtek, tehát nyilván az egyháziaknak az egyházi feladatok, teendők, de úgy gondolom, hogy a városnak is. A kormányok váltották egymást, de az utóbbi időben, ami itt Mária Pócson megindult úgy az zarándokházzal, a templom felújítással, a templom előtti tér, a templom melletti tér, lényegében rohamosan fejlődik, főleg az utóbbi időben, mert eddig úgy volt itt megszokva, hogy szombat délután, vasárnap délutánig, ha volt egy búcsú vagy egy nevezetes rendezvény, akkor voltak itt idegenek. De azóta, mióta ez megtörtént, szinte nap mint nap csoportok, 5-6 busz meg, hétközben is benne van programokban Mária Pócsra, hogy eljöjjenek. Úgyhogy csodálatosan szép lett minden. Mária Pócs városa nagyon sokat köszönhet annak az eseménynek, hogy itt volt a Szent Atya. Infrastruktúrálisan méltó szintre kezdett el lépegetni, ez egy nagyon fontos dolog.
ami nekem papként érdekes, és lehet, hogy egy kicsit fájdalmas kimondani, de ezt megfigyelhetjük sok más helyen, ahol intenzíven jelen van az egyház a jelenlévő turistánkkal, hogy a helybéliek nem tudják úgy értékelni az esemény nagyságát, mint azok, akik csak évente egyszer-kétszer jutnak el. Erre rájöttem, hogy természetes valamennyire, mert most már én is helybéli vagyok, új ideje. Viszont itt most az értékelésben arra gondoltam, hogy a környező szűzanyag képe itt van. Tehát nem mondható, hogy az országban itt lenne a legmagasabb templomba járás a helyi lakosok szintjén, de arra, hogy a Szent Atya itt volt, arra mindenki büszke. Arra büszke a református iskolaigazgatónk, a hasonló felekezetű orvosunk, és sorolhatnám még mindenféle intimitást nem sértve. Válogatás nélkül ebben olyan konszenzus van, amely megirigyelhető lehetne bármilyen más témába. És ez nekünk, egyházi embereknek, papoknak azért ez jó érzés. Tehát bármelyik hivatalba bemegyünk, akár ha rendőröket találkozunk, akár az iskolai kollégákkal, mind-mind két-három mondat után fölidézi azt, hogy milyen jó volt, mikor itt volt a Szent Atya. Ez egy komoly akkumulátor és egy komoly tartalék, és ez a mi felelősségünk egyházi embereknek, hogy erre a meglévő kincsre hogyan lehet építeni. Próbálunk egyre színvonalasabb képet nyújtani magunkról, vagy az ide látogató vendégekkel való bánásmód, információ nyújtás, ez úgy gondolom mind fontos. Sőt, nem titkol dolog az sem, hogy 7 évvel ezelőtt, mikor elindítottuk a kéttanítási nyelvű, angol-magyar kéttanítási nyelvű programot, az is a célja az intézménynek, hogy az itt élő emberek gyerekeit, vagy az itt felnövekvő nemzedéket azért úgy készítsük fel erre, hogy ha ide jön egy külföld, mert gyakran megfordulnak, vagy más nyelvű ember, akkor az angol, mint közös nyelv, az éljen a településen, és legalább alapvető információkat tudjanak adni az itt élő emberek. Úgy gondolom, ez nagyon fontos, ebben hatalmas nagyot tudtunk előre lépni, és hát én bízom abban, hogy a gyerekeink már most is működik ez a dolog, de pár év múlva felnőttként is bárhonnan érkező vendéget angol nyelven el tudnak kalauzolni a városban, tehát egyáltalán meg tudjuk szólítani az ide érkező idegent, nagyon fontos dolog, mert hát nem elegendő az, hogy csak jó szívvel fogadjuk, meg látjuk itt őket, hanem az is fontos dolog, hogy az ügyes-bajos dolgaikat is tudjuk rendezni. Van egy könnyező képünk, van egy gyönyörű bazilikánk, nyilván ezek a gyerekek, akik most nálunk tanulnak, nem is érdek mi akkor, de azt a lelkiséget, azt a büszkeséget, amivel a felnőtt társadalom kezeli Mária Apócsa ezt a dolgot, tehát valahogy ez átsugárzik a gyerekeikre, a gyerekeinkre is, és hát a mindennapi teendőink mellett azért próbáljuk, és hát ebben a görög egyház nagyon sokat segít, egy igazgató úr is az iskolánknak, hogy a gyerekeink hétköznapokon is magukénak érezzék ezt az itt létét a görög egyháznak. Nagyon szívesen mennek a gyerekeink a bazilikába, vannak közös programjaink, például annak ellenére, hogy nem vagyunk egyházi fenntartású iskola, soha nem kezdünk úgy tanévet, hogy a szeptember első hétvégét ne a görög katolikus misével kezdjük, vagy például nálunk a házszentelés, tehát itt az iskolában is megtörténik, mint egyfajta tradíciónak a továbbélése. És hát ez a gyerekek nyelvén lefordítva, tehát olyankor az atyák például azért könyörögnek, hogy ne kapjanak sok egyest a gyerekek, tehát valahogy próbálják mindig testközelbe hozni a görög egyházat és a szellemiségét, de csodálatos esemény a Mikulás is a mi iskolánkban, mert nem egy tornatermi nagy rendezvény, hanem a görög atyák közreműködésével, szervezésével, és hát nyilván a pedagógusaink közreműködésével is a bazilikában ünnepeljük már több éve a Mikulás, tehát Szent Miklóst ünneplünk, és hát úgy gondolom, ez olyan különleges, csodálatos adalék a gyerekeknek, tehát én hiszem azt, hogy az a gyerek, aki ilyen millióban és így nevelkedik, és így nő föl, felnőttként is értéknek kell, hogy tartsa mindezt, ami körülveszi őt, és kell tudni, hogy értékelje ezeket a dolgokat. Arra is büszkék, amit szintén a Szent Atya látogatásával kell összekapcsolnunk, hogy 2005-ben a kegyhelyünk nemzeti kegyhely lett.
Ez egy új fogalom volt a magyar közjogtárban, mert eddig volt népstadionunk, meg nemzeti sírkertünk, meg nemzeti színházunk, de nemzeti kegyhely az nem volt az országban. Úgyhogy ez még Szilárd püspök atyánk idejében történt, hogy Erdő Péter bíboros úr a püspöki kar határozatával itt kihirdette a pápai megerősítése, hogy Magyarország nemzeti szentélye lett Mária Pócs. Szűz Mária kegyképe egész országunk számára a szabadulás és a vigasztalás jelképe volt. 1696-os első könnyezése után az eredeti képet a bécsi Stefánsdomba helyezték át. Savoyai Jenő herceg Zentán aratott győzelmét e kép tiszteletének tulajdonították. Így vált ez a kegykép a törökök elleni győzelem jelképévé, az azt őrző kápolna pedig Bécsben állami szentélyé. De Szűz Mária nem hagyta el Mária Pócsot, nem hagyta el Magyarországot. A kép pócsi másolata újra könnyeket ontott. Legutoljára 1905. december 3-ától 19-éig. A könnyező szűzanya újra a szomorúak vigasztalója lett. A pócsi kegyhely pedig központja lett a magyar liturgikus nyelvért és a magyar görögkatolikus egyházmegyéért folytatott küzdelemnek. A sok imádság és fáradozás sikerrel járt, és ma ez az egyházmegye nagy értéke magyar egyházunknak és az egész katolikus egyháznak. Bár a magyar népre éppen a 20. század elején sok szenvedés várt, a pócsi szűzanya mindig a szomorúak vigasztalója és örömünknek oka volt. Tisztelete megnyitotta Isten felé és egymás felé a környéken lakó keresztények szívét, közelebb hozta egymáshoz a nemzetiségeket, közelebb hozta magyart a magyarhoz. Örömmel adom hírül, hogy a Mária Pócson tisztelt szűzanya iránti hódolat jeleként a kegyhely fontosságát elismerve a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ezen a héten ezt a bazilikát nemzeti szentélyé nyilvánította. Kérjük hát mai szentmisénkben és ezen túl is álhatatosan a pócsi szűzanya közbenjárását egész nemzetünkért, különösen családjainkért, hogy elfogadják és szeretetben felneveljék a születendő gyermekeket, hogy népünk megmeneküljön a jövőtlenségtől és a pusztulástól. Thank you.
roppant büszkék vagyunk rá, hogy akár görög katolikusként is, akár mint az ország keleti végén lévő templom, hogy ezt mi kaptuk meg először, és hát természetes, hogy később megkapta Mátra Verebélyi Szentkút is ezt a titulust, és ez nagyon jó dolog, mert az ottani kollégával, Pellegrini atyával mondhatnám, hogy közösen járjuk a egyházi és civil rendezvényeket, amelyben a zarándoklást, mint olyan, akár a Mária út keretében, akár mint nemzeti kegyhelyként a megújulás és az identitáskeresés és találásnak a színhelye. Tehát ketten együtt erősebbek vagyunk. Nagyon fontosnak tartom a magyar ország, meg hát gondolom más nemzet is, hogy az zarándoklás, mint attitűd, ez visszatérjen. És a zarándoklásra most nem feltétlenül a gyalogos zarándokokat értem, ami csodálatos, szép. Akár autóbusszal, személyautóval, vagy önmagában az a tény, hogy időt szánjak arra, hogy kimozduljak a megszokott körömből, és egy olyan helyre érkezzek, ahol el tudom hinni, hogy az ég és föld összeér, az égi könnyek és a földi könnyek találkoznak. Spanyolországban, hogyha valaki kitölt egy ilyen munkahelyre jelentkező űrlapot, akkor anyja, apja neve, végzettsége, nyelvvizsgái, vércsoportja, hát van egy kérdés a végén, hogy járta az El Camino-n. De ez nem a vallási hovatartozásba való jogtalan beavatkozás, hanem egyszerűen a munka alkalmasság megítélésében fontosnak tartja a munkáltató, hogy járta egy zarándokúton. Tehát egy, és tudjuk jól, hogy azon sem feltétlenül elkötelezett vallásos emberek vannak, hanem életüket, Istenüket, életük értelmét keresők vannak. Azt nagyon szeretném, hogyha Mária Pócs ezt a szerepet fel tudná még erősebben vállalni, és a nemzeti kegyhelységünkhöz hozzátenném azt a gyönyörű élményünket itt a paptársaimmal együtt, amit megtapasztalunk, hogy azért nem csak a magyaroknak a kedves helye. Főleg mostanában érdekes módon, mióta a szomszédunkban folyik a háborús eseménysorozat, rengeteg vendégünk érkezik Ukrajnából, tehát most kifejezetten Ukrajnát mondtam, tehát nem Kárpátalját, minden héten. És otthon érzik magukat, és ami fölemelő, hogy románul is elhangzik a liturgia elég gyakran. És hát ami még izgalmasabb, hogy ősszel majdnem azt kell mondanom, hogy több vendégünk volt Szlovákiából, szlovákiai szlovákok főleg, mint esetleg abban az időszakban Magyarországról, és ez egy ilyen csodálatos dolog. Szereztünk be a Tibor kollégámmal zászlókat, románt, ukránt, ki is szoktunk kapni néha ilyen szélső gondolkodásúaktól, de amikor ők neki tesszük, borzasztóan jól esik nekik, és akkor mi mindig annyit kérünk, hogy ahogy mi szeretjük őket itt, Pócson, akkor ezt tegyék meg ők is otthon, hogy szeressék úgy, de el is fogadják ezt a gesztust olyan módon, hogy hiszek benne, hogy fogják gyakorolni. 13 éve élek itt, és nagyon boldog vagyok, hogy ebben a idézőjelben műfajban dolgozhatom. Tudom, hogy könnyű egy napig jónak lenni, és nem éveken keresztül, mert ugye egy-egy napig találkozunk az emberekkel, de ugye itt mindenki megnyílik, egy picit megtörik, és sokkal inkább emberré válik, mint ahogy a munkahelyén, vagy a családjában. Itt nagyon is valódi emberekkel tudunk találkozni, olyan emberekkel, akik látják, hogy végülis azokkal lehet igazán közösséget építeni, akik rossz fát is tudnak a tűzre tenni. És hál' Istennek sokan vagyunk ilyenek, akik így keresik a jó Istent. Az is öröm volt abban az időben, 90-91-ben, hogy ugye ennek az infrastruktúrás minimális feltételei valahogy megteremtődtek, mert akkor lehetett már crossbar telefonunk, meg egy kis út is épült, ez is nagy öröm volt. De úgy gondolom, hogy ez tényleg a technikai feltételek megteremtéséhez kellett elengedhetetlenül. Ezt követően ez a település valahogy rangot is nyert ezáltal. Magyarországon és Európában is azért ismertebbé vált Mária Pócsnak a neve. Ez az itt lévőket, a mindenkori városvezetőket azért mindig is arra sarkalja, hogy ennek az elvárásnak és ennek a képnek meg tudjon felelni. És az a fejlődés, tehát a szándék, hogy igen, legyenek szálláshelyeink, hogy ne egy kopott matracon kelljen az ide látogató zarándoknak az iskola tornatermében aludnia,
ha nincs más, az is jó, de hát azért 21. században ezt úgy érezzük, hogy színvonalasabban kell megoldani, vagy az ide érkező zarándokoknak az ellátása, éttermi szolgáltatásra, a szabad wifire, egy sor olyan dolgot vet fel az itt élőkben, és amire azt mondjuk, hogy igen, szükség van rá, nekünk is jó, akik itt vagyunk, hiszen mi is használjuk, de úgy gondolom, hogy nem az önzőség vezet bennünket, hanem szeretnénk, hogyha ez az ide látogató úgy távozna innen Máriapócs, hogy jó volt itt lenni, amit egyébként meg is tapasztalunk, tehát az a lelki béke, amit a zarándokok itt kapnak egy búcsú alkalmából, vagy egy látogatás alkalmából, nagyon fontos dolog. Ez valahogy kisugárzik a városra, és az itt élőkre is. Tehát ha akarjuk, hanem ennek hatása van, tehát ez egy nagyon fontos dolog, és azok a fejlesztések, fejlődések, amik elindulnak, igen, jó dolog, ha lesz konferencia központunk, hiszen nagyon sokan megfordulnak itt, vallási vezetők is, más felekezetbeliek is. Természetesen mondom, de hogy eddig a világiak is fogják tudni majd ezt jó célra használni. Nagyon szépen alakul a családbarát szálláshelynek a kialakítása a téren, változik a városkép, tehát azért kezdünk egy kicsit urbanizálódni. Mi Máriapócsiak nagy része, sokat látogatunk Máriacellre, próbáljuk azt a színvonalat valahogy ide varázsolni a nyílségkelős közepére, ami mondjuk Máriacellen fogadja az oda látogató zarándokokat, mert az valahogy egy ilyen mérce a mi számunkra, és úgy gondolom valahogy így kellene kinézni Máriapócson is. Az utóbbi években nagyon jó irányba halad a város. Persze sok mindent kell még tenni, rengeteg mindent, de ha csak a teret nézem, a térnek az arculata hogyan alakult, a bazilika belső oltára, annak a környéke hogyan alakul, tehát most az integrált városfejlesztési stratégia keretében azért a legalább a városközpont középületei megújulnak, megszépülnek, kinyílnak a terek, meg tud állni az ide látogató, lesz parkolóhely, szárazlábbal tud menni elsős időben a templomon. Tehát ezek mind nagyon fontos dolgok. Nagyon örülünk neki, mert a helyieknek pedig fontos érdeke az, hogy itt találjanak munkát, és szívesen dolgoznak ebben az ágazatban, hiszen a vallási turizmus azért az lehet egzisztencia teremtő feladat is, és hát miért ne élhetnének meg ebből az itt élő emberek. Úgy gondolom, hogy ez jó dolog, és ez, hát bízunk benne, hogy lesz előbb-utóbb termálfürdőnk is, amit már hát több mint 10-15 éve dédelgetett álma a városnak. Meg kell, hogy valósuljon. Máriapócson évente óvatos becslések szerint is 4-500 ezer zarándok fordul meg, tehát a vallási turizmus a jelentős. Úgy tudom, hogy például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Nyíregyházi Vadaspark tud ettől nagyobb látogatottságot felmutatni. Tehát jelentős idegenforgalmi tényező Máriapócs. Ehhez viszont meg kell teremteni a feltételeket mindenképpen. Még úgy gondolom, hogy még aktív koromban megélem ezt, hogy valóban Máriapócs is színvonalasan tudja az ide látogató zarándokokat fogadni, akik egyébként itt vannak. Tehát ha valaki a városban látogat, tapasztalhatja, hogy teljesen mindegy a hét melyik napján, tehát egy sima, egyszerű hétköznapon is buszok sokasága, emberek százai fordulnak meg a kegytemplomban, a zarándokház programjain, tehát él ez a dolog. Nyilván jobban örülni neki, ha még többen jönnének, és még tartalmasabb programokat élhetnének meg. Visszatérve a vallási zarándoklatra, ebben is gondolkodik a város, meg a helybeliek, a zarándokokkal beszél, ők is úgy élik meg, hogy szeretnének több időt tartózkodni Máriapócson. A búcsú programja esetleg szombat délutántól egy napot határ, de leginkább a nagymisére, tehát vasárnap délután 10-11 órától 1 óráig vannak itt a vendégek, és utána elmennek azért, mert hát ennyi az aznapi program. Én úgy gondolom, hogy arra kell törekedni, hogy ha már ide jön a zarándok Máriapócsra, akkor ezt az időt egy kicsit kinyújtani. A liturgikus részével, a spirituális részével úgy gondolom nincs gond, hát azért jönnek ide az emberek. De ha az emberek ráadják a fejüket erre, hogy zarándokoljanak, úgy gondolom egy kis pluszt még kaphatnának a zarándoklat mellé,
kulturális szempontból, ellátásban és sok minden másban. Tehát úgy gondolom, nekünk ebben kell előrébb lépnünk, hogy tartalommal megtöltsük a nap többi óráját is, amihez viszont úgy gondolom nem csak a görög katolikus egyház kell, hanem a civilek is kellenek mellé.